Ágicát és testvéreit egy árokban találták Jászladányon. Két testvére már családban él Szolnokon, neki pedig ideiglenes gazdia van. Az egyik érdeklődő, Nagy Mónika, az alapítvány Facebook oldalán olvasta, hogy ismét örökbefogadó napot szerveznek. Közepes vagy kisméretű kutyát szeretnénk, nem saját részre lesz, hanem ajándékba. Anyósoméknak visszük, mert sajnos a télen elpusztult az öreg kutyusuk, és szeretnének helyette egy másikat. Mónikáék a 3 hónapos Churchillt vitték haza. A kis ebet néhány héttel ezelőtt egy rendőr találta, 22 fokos testhűvel legyengülve. Az alapítvány által nyújtott szakszerű ellátás és befogadó gazdia gondoskodása szeretete által Churchill egyre erősebb és egészségesebb. Az alapítvány nem menhelyként működik, hanem a hozzájuk érkező kutyusoknak ideiglenes befogadó családokat keresnek. Tamasi Csilla már 5 éve él, ahogy ő fogalmazott, ennek az életérzésnek. Aki teheti, próbálja ki. Az Egyesület mindent biztosít az ideiglenes befogadóknak. Tápot kapunk, az orvosi ellátást biztosítja, a fuvarban segít. Tényleg a befogadóknak semmit nem kell tenni, csak helyet biztosítani. Póráz, nyakörv, törölköző, táp, konzerv és pénzbeli támogatás formájában fogadják a segítséget. Az Egyesület non-profit, a pénzbeli támogatásból az orvosi ellátást fizetik az ebeknek. Jelenleg 27 kutya él ideiglenes befogadónál és 3 kutyapanzióban. Ők mind utcáról, illetve rossz körülmények közül mentett kutyusok, ideiglenes befogadónál vannak, oltásuk, csípjük rendben van, ivartalanok is, és jelen pillanatban gazdit keresnek. Vannak kölykök, felnőttek, 5-6 hónapostól elkezdődően, tehát igazából a skála elég széles, hogy kerülnek hozzánk ők, és milyen állapotban. A következő örökbefogadó napot május 13-án tartják meg, a már megszokott helyszínen, a Tesco parkolóban. További információk a kezamancsért.hu oldalon, vagy az Egyesület Facebook oldalán olvasható.